sportosat. Irodom vendége Bácsi Péter, a Ferencváros világbajnok birkózója. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözlöm! Hogy vagy? Kicsit fáradtam, de egyébként nagyon jó, köszönöm. Igaz az, hogy a VB utáni jövés-menésben jobban elfáradtál, mint ott a világbajnokságon, a szőnyegen? Most mindenképp úgy érzem magam. Szerencsére ugye vannak ezek a kellemes terhek, hogy mindenhova hívnak, és igyekszem azért minden meghívásnak eleget tenni. De stressz azért, nem? Rohanás egyik helyről a másikra. Így van, hát be vagyok táblázva rendesen, és ugye azért a magánéletben is vannak azért dolgaim, amit el kéne intéznem. Nehéz azért így összehangolni, de azért valahogy megoldom. Aha. Annó, mikor az ember ugye még csak álmodozik arról, hogy majd egyszer sikeres sportoló lesz, világbajnok, Európa bajnok, olimpiai bajnok, megfordul akkor ez a fejébe, hogy ez mivel jár majd? Nem hiszem, nekem sem fordul meg még a fejemben, amikor ugye ott voltam a döntő előtt, tehát nem ezekre gondolok, nyilván itt ez nem erről szól, de hát ez van. Ez egy kellemes teher, ugye? Igen, ezt el kell viselni. De most már tudod, hogy világbajnok vagy, feldolgoztad most már. Hát túl is léptem rajta. Most már túl is léptél rajta. Most már el is van felejtő. Most már a következő cél az olimpia, az most már az olimpia elejére, ugye? Így van. Hát most már csak azt hiányzik a kollekcióból, úgyhogy az a cél. Milyen érdekes, hogy az ember azt gondolná, ugye idén nyertél EB-t, VB-t, tehát parádés, hogy akkor egyenes út az olimpiai aranyérem felé. Azért közel sem így van. Igen, bárcsak így lenne, sajnos ahhoz még nagyon sok munka van. Hát ugye nekem ráadásul a súlycsoportom is, ami egy kritikus helyzet, mert ugye ez a 80 kilomban most világbajnok lettem, illetve Európa bajnok, az nem lesz ott az olimpián. Hanem a 75 kiló. 75, illetve a 85 kiló, és hát nyilván a 85 kiló, tehát korábban próbálkoztam a 84 kilóval, sajnos alkatilag nem vagyok alkalmas a 84 kilóra, hát ez a 85 kilóra megfokozottan igaz. Lőrinc ugye... Viktort akkor ki is verné a veríték? Remélem. Aki nyilván, most nyilván, ugye harmadik lett a világbajnokságon. Nagyon tehát... jó birkózása persze. Nyilván nekem nem az a célom, hogy itthon válogatott legyek, hanem az, hogy kijussak az olimpián, és az olimpián egy szép eredményt érjek el. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy csak is lefelé gondolkozhatok. Nyilván ott is meg kell küzdenem a helyért, de bízom benne, hogy azért ez menni. Ott meg van egy Szabó László, ugye? Így van, aki szintén az elmúlt időszakban azért tényleg nagyon jó teljesítményt nyújtott, úgyhogy azért mondom, hogy komolyan meg kell küzdenem majd ezért a válogatottság, illetve tehát az olimpiai kvótáról meg nem is beszélve, mert nagyon kiélezett lesz a harc. Pedig neked muszáj lesz, mert ugye, ha jól tudom, az itt a Ferencváros most nagyon odafigyelt rád. Így van, hát maximálisan elégedett vagyok tényleg a klub részéről, hogy tényleg egyrészt figyelemmel kísérik az én teljesítményemet, és értékelik, így van. Most egy PR arc vagy tulajdonképpen annak, hogy hát ha már csak ennek köszönhetően is még többen mennek majd birkózni a Ferencvárosba. Hát én nagyon örülnék ennek. Ugye az elmúlt időszakban most egy kicsit ilyen sanyarú sorsúak voltunk így a birkózó szakosztályra nézve. Ugye lebontották a csarnokunkat, és egy kicsit ilyen hajléktalanként egyik teremből a másikba megyünk. Talán ez a világbajnoki győzelem is hozzásegít minket ahhoz, hogy lesz egy új szép csarnokunk, amire egyébként ígéret van, és azt gondolom, hogy ezt tartani is fogják. Hogy szól az ígéret, ha már itt tartunk? Mikor lesz új csarnok? Pontos dátum még nincsen, de azt mondták, hogy a közeljövőben elkezdik ezt a beruházást, ha minden igaz, a Népligetbe fog ez megvalósulni. Nagyon nem szeretnék erről többet mondani, mert nyilván ez majd a vezetőknek a dolga, meg hát nekik is azért ezt el kell döntem, ez egy komoly összeg, és nem csak a birkozásról van szó, hanem a többi sportágról is, de bízunk benne, hogy ez tényleg hamarosan megvalósul. Hát igen, most van egy friss világbajnok, jönnének a szülők, hoznák a gyerekeket, azért nem mindegy, hogy hová viszik. Így van, hát mindenképp azért, mint mondtam, most mind tényleg így vándorolunk egyik helyről a másikra. Jó lenne egy fix hely, és tényleg egy kultúrát edzés körülmény. A világbajnokság előtt nem sokkal, pár héttel vagy egy hónappal volt egy verseny, és a versenyen utána kimaradtatok az edzőtáborba. Akkor született meg a gyermeket, ha jól tudom, ugye? Hát egész pontosan úgy volt, mielőtt kiutaztunk. Ezért is egy kicsit ilyen nehéz szívvel indultam el itthonról, és pont ezért ugye az volt a célom, hogy ezt a versenyt megnyerjem, hogy legalább úgymond legyen értelme annak, hogy én tényleg itt hagytam a fiamat. Hát sajnos ott a döntőben volt egy ilyen kétes bírói ítélet, ami aztán ki is vert a biztosítékot nálam. Ez hol is volt ez a verseny? Ez Azerbajdzsánban, Bakuban.
És talán ott maradtatok edzőtáborba, jól így tudom. Így van, én egy hetet maradtam. Na, pontosan, utána... csak ezért hoztam szóba, hogy sokan csodálkoztak is, ugye úgy menték, hogy már megszületett a kisgyereked, meg volt a verseny, jól szerepeltél, és még egy hétig kint maradtál az edzőtáborban. Nem az volt, hogy versenynek vége, és akkor gyorsan jövünk haza. Ez hogy volt? Hát az igazság az volt, hogy először úgy volt, hogy két hétig maradok. Nyilván szem előtt kellett tartom a felkészülést, tehát tényleg, mint mondtam, nehéz szívvel, de meghoztam azt a döntést, hogy ha eredményesen akarok szerepelni a világbajnokságon, akkor fel kell készülnöm rendesen, már pedig ez egy olyan ritkán adandó alkalom, hogy tényleg jó minőségű edzőpartnerekkel tudtam volna edzeni. Sajnos az edzőtábor nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Az azeriek, akikkel ugye tudtunk volna edzeni, pont a következő verseny után hétvégén szabadságon voltak. Úgyhogy tényleg csak szinte egymással edzettünk, tehát egy pár edzés. Hallottam, egy kicsit feszült is volt ott a légkör emiatt. Fáradtak is voltatok, nem igazából az volt, amit ígértek nektek, tehát... Így van, és a körülmények is. Magában a körülmények nem is lettek volna annyira rosszak, inkább az, hogy mondjuk az étkezés, meg az, hogy tényleg egy kicsit ugye semmi közepén voltunk. Tehát annyira el voltunk zárva, hogy ugye most már az internet egy úgymond alapvető dolog mindenhol, és itt több száz métert kellett gyalogolnunk egy kávézóig, ahol egyszer volt internet, egyszer nem. Tehát igazából tényleg nagyon el voltunk zárva így az itthoni hozzátartozóktól. Hát ugye a telefonon meg az meg egy vagyon, hogy tartsuk a kapcsolatot. És így is egy hétig ott. Igen, azt hiszem, hogy nehéz hét volt. Nehéz hét volt. Én azt gondolom, hogy az sajnos az nem is nagyon vált hasznomra. Talán inkább nekem is pihenő hét volt, mint hogy ott tényleg komoly edzésmunkát végeztem volna. De így a világ bajnoki aranyérem tudtában az ember azt mondja, hogy megérte. Hogyha ez is kellett hozzá, mert soha nem lehet tudni, hogy ebben sok apróból áll össze az egész. Így most már azt mondod, hogy megérte. Hát nyilván persze, így most már megérte, de tényleg ez igaz, hogy tényleg nagyon apró dolgokon múlik. Tehát sorsolás, bírók, pillanatnyi forma, rengeteg, tehát nem olyan egyszerű. Ott akkor adott pillanatban azért végigfutott rajta, hogy most világbajnoki aranyérem, vagy most a családhoz siessek haza, melyik a fontosabb? Forgolottál, gondolom. Hát nyilván az nem kérdés, hogy melyik a fontosabb, csak ugye, tehát ahhoz, hogy mondjuk, ha én sikeresen szereplek, annak ugye nyilván azért a család is örülni fog, és abból meg lesz is. A hozadék. Így van, úgyhogy ezt kellett szem előtt tartanom, és tényleg meg kellett hoznom ezt a nehéz döntést. De meghoztad. Meghoztam, így van. És Ruhás Gyuri hogy fogadta? Végig maximálisan támogatott. Ugye volt arról is szó, hogy esetleg neki se utazom a versenyre. De azt gondolom, hogy nem lett volna jó döntés. De kellett. Egyébként kellett az a verseny? Mindenképp kellett, mert az idejében nem nagyon indultam versenyen. Tehát az év elején indultam a Magyar Nagydíjon, volt itthon két hazai verseny, és az Európa-bajnokság óta nem indultam versenyen. Mm. Tehát mindenképp azért kellett egy verseny, még annak ellenére is, hogy a döntős úgy sikerült, ahogy sikerült, azért az egész verseny során egyébként úgy érzem, hogy jól birkoztam. Tehát mindenképp egy jó verseny volt, hát más kérdés, hogy azért mégiscsak csalódottan jöttem haza, de azért kellett. Döntő. Azt mondta a Sruhács kapitán, hogy a döntőig parádésra meneteltél, és a döntőbe egy kicsit úgy elfáradtál, vagy? Nem, nyilván azért a döntőnek azért elég nagy a súlya. Az egész más, mint bármelyik másik meccs, illetve hát ugye az előcsatározások során, ugye a selejtezők, illetve az elődöntőig, így egy sorozaton megyünk végig. Tehát ugye a meccsről a meccsre jobban így felspanolja magát az ember, nem kell mindig bemelegíteni szinte, hanem még végig ugye bemelegített állapotban van, mert délelőtt során négy meccset, akár ötöt is lebírkozunk. A döntő meg ugye egy jó pár órás szünet után következik, tehát azért arra ugyanúgy föl kell pörögni, majd hogy nem olyan, mint egy első meccs, nyilván ez egy picit nehéz túlzás, újra, de... Nehéz újra pörögni? Nagyon rá kell hangolódni nyilván, és mint mondtam, azért csak egy világbajnoki címatét, tehát azért... Van valamilyen trükköd, amivel esetleg segítesz magadon, hogy felpörögjél? Nincsen trükköm, mert nagyjából ugyanazt csinálom, mint a többi meccs előtt, és az a lényeg, hogy nagyon rákoncentrálni erre. Ugye, és mint mondtam, hogy azért a tét miatt azért mégiscsak egy kicsit óvatosabban kezdtem én is a versenyt. Uh-huh. Ráadásul ugye ez egy taktika is volt, mert láttuk a verseny során, hogy az orosz azért az elején veszélyes. Akár kontrából, akár azért vannak olyan akció, amivel meg tud lepni az elején, tehát az elején nem is nagyon akartam én neki ugrani. De azt gondolom egyébként, hogy az első menet az, ahogy letelt, ott egy-egy fordultunk. A második menetben már abszolút én irányítottam, és ott már azért azt gondolom, hogy elég jó tempót mentem. Az első menet után szünetben mit éreztél, hogy meg lesz?
Vagy én nem is fut át az ember agyán ilyen. Nyilván végig a győzelem a cél. Tehát, hogy amikor lejöttem szünetre, egy-egyes állásnál, az azt gondolom, hogy egy jó eredmény volt, és ott már éreztem, amikor felálltunk a lenti szituációból, hogy már kezd fáradni az orosz. Uh-huh. És ez a második menetben ugye be is igazolódott. Uh-huh. És így át is futott az agyadban, hoppá, ez most már fárad, akkor lehet, hogy... Így van, de nagyjából ez is volt a taktika, egyébként mondtam, hogy az első menetet úgymond kihúzni egy szoros eredménnyel, és utána a második menet az, amit meg lehet egy kicsit nyomni. Amikor már jobban csúszunk, akkor már kevésbé lehet ugye akciót csinálni állásból. Tehát mindenképp ez volt, hogy a második menetet kell egy kicsit jobban meghajtani, hogy nehogy esetleg még egyszer leküldjenek, és akkor onnan még ugye veszélyes lehetett volna a helyzet. Mennyien jöttek fel egyébként az olimpiai 75 kilós súlycsoportban 80 kilóból? Tehát hány régi arccal találkoztál ebben a súlycsoportban? Hát többek közt egyébként, hát ugye régen 74 kiló volt, akivel döntöztem orosz, ő is 74 kilós volt korábban, de szerintem már egy 5 éve birkoztam vele, akkor egyébként kikaptam tőle, de hát nyilván sok új arc volt, tehát birkoztam például az elődöntőbe jutásért az olimpiai bronzérmes litvánnal, akit ellen ugye megsérültem, a másik ágon ott volt a kétszeres világbajnok török, tehát jó páran voltak, akik följöttek a korábbi 74 kilóból, illetve volt olyan, aki a 84 kilóból fogyasztott vissza. Tehát azért egy erős súlycsoport. Erre volna kíváncsi, hogy ezekkel viszont hogy lehet bírni, mert ők azért nagyobb tömeg, nem? Nyilván, de ez egy ilyen kétélű dolog, mert aki fogyaszt, annak azért a fogyasztásnak a terhe is rajta van. Nem tudom, én is most jobban érzem magam, mint amikor fogyasztottam. Nyilván van valamennyi fizikai előnye annak, aki egy fentebbi súlycsoportból jön le, de annak viszont mégis van egy olyan hátrány, ami a fogyasztásból adódik. Ez lenne az olimpiára és ez a súlycsoport. Hát én ezzel maximálisan elégedett lennék. Akkor nem is lenne kérdéses, hogy ki az olimpiai aranyérem? Talán ez azért egy korai lenne kijelenteni, de azt gondolom, hogy tényleg most jelenleg mondhatom, hogy azért ez a súlycsoport nagyon fekszik, és jó esélye pályázhatnak egy olimpiai éremre. Na sajnos nem lesz. Sajnos nem. Jó, akkor marad a fogyás. Így van, hát ez egy komoly feladat lesz. Komoly és hosszú feladat. Ugye ezt már korábban végigcsináltam jó párszor, ugye 74 kilóval. Most ez a plusz egy kiló azért ez is nagy könnyedség. Sokat számít egy sokat kiló. Számít? Sokat számít. Gondolom, jövő évben csak a világbajnokságra akarsz lefogyni. Igen, hát a jövő év az elég érdekes lesz, mert Európa-bajnokság nem lesz. Igen. Egy úgynevezett Európai játékok lesz, az is majd június közepe felé. Tehát nem sokkal a VB előtt. Nem sokkal a VB előtt. Ráadásul ott se lesz a 80 kiló, tehát így igazából ki van zárva, hogy én ott indulnék. Úgyhogy tényleg most a VB lesz a fő cél. Hát nyilván addig lesznek felkészülési versenyek, ezt majd meg kell beszélni az edzőkkel, hogy fog felállni ez a jövő év. Bocsáss meg a laikus kérdésért. Ugye a világbajnokság a 2010-es, az megy a kvalifikális az olimpiára. 75 kilóba szeretné ugye kimenni az olimpiára. Felkészülési versenyek során akkor mennyire lehet felkészülni, hogy most 80 kilóba versenyezgetek, és majd a VB meg majd ugye 75 kilóba. Fel lehet így készülni? Nyilván ez azért egy nagy feladat. Egyértelmű, hogy le kell előtte fogyni, vannak, hogy a felkészülési versenyek során általában 2 kilós súlyengedmény van. Így lehet tulajdonképpen úgymond kipróbálni magát az embernek. Aztán hát nyilván ez nem egy 100%-os módszer, de ez egy megoldás van, úgyhogy nyilván sokszor nem szeretnék lefogyni, mert az kimeríti nagyon a szervezetet, de biztos, hogy lesz, amikor 80 kilóba fogok indulni, illetve majd meg kell nézni, hogy melyik az a verseny, amire le fogok fogyni. Egyáltalán neked szabad lefogynod még olyan 70 kilóba? Tehát van rajtad annyi? Nem, azt gondolom, hogy nincs rajtam annyi, korábban sem volt rajtam hát annyi. Hát ez az, ezért kérdezem, hogy... De nincs más választásom. Tehát, ugye tehát a semmiből az, hogy... hát igen. Igen, ezt lehet mondani, ugye túlnyomó részt ilyenkor a vízből adjuk le. Ugye pont ezért van az, hogy mondjuk most jelenleg 80 kilóban azért nyilván magasabb a testzsír százalék, ilyenkor mindig van valami tartalékhoz nyúlni. Ez az, amit mondtam, hogy a fogyasztásban adódó hátrány, hogy mondjuk egy fogyás után ez sajnos nincs meg ez a plusz tartalék. Szervezetet hogy fogja bírni? Ez a jövő kérdés. Ez a jövő kérdése. Talán ez a legnagyobb kérdés most számomra. Gondolkodsz néha rajta ezzel? Most egyenlőre még nem annyira. Ez majd a jövő évben, de most már ezt eldöntöttem. Tehát ugye az idejében is szó volt arról, hogy az EB 80 kilóba indulok, és a világbajnokságra lefogyok.
de valahogy így fejben nem tudtam annyira rá koncentrálni, és ugye az EU után Gyurubával leültünk, és mondta, hogy ő annyit kér, hogy döntsem el, hogy akkor mit akarok, ne az legyen, hogy most vagy ez, vagy az, hanem akkor határozottan döntsem el, és nem tudtam volna azt mondani, hogy akkor én határozottan 75 kilót akarok, és ezért végül is úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálom ezt a 80 kilót, ugye úgymond komoly tétje nincs, mert nem kvalifikációs VB volt, és a világbajnoki cím ugyanúgy világbajnoki cím, úgyhogy most fejben tényleg arra voltam, hogy 80 kiló. És jövő évben viszont abszolút tényleg az van, hogy a 75 kiló leveg a szemem előtt. 30 körül vagy már, ugye? Jól tudom. Hát 32 leszek jövőre. Jó, tehát 31 vagy most még akkor. Akkor az olimpia, és akkor utána kész? Reálisan nézve igen. Én azt gondolom, hogy tényleg az lehet a célom. Hát nyilván remélem, hogy sikerülni fog ez a rigói olimpia, aztán majd utána visszatérünk erre a kérdésre. Akkor ezt a másfél évet kell még igazából nagyon megnyomni, valahogy kibír másfél-két évet, ugye? Így van, így van. Sérülés nélkül lehet. De most már apaként. Igen, hát ez egy plusz motiváció. Motiváció vagy gond? Ne, gond, semmiképp se gond. Hát tényleg ez nagyon nagy öröm, és én azt gondolom, hogy tényleg egy olyan plusz, ami miatt azt tudom, hogy még küzdenem kell, és bizonyítanom. Igen, csak otthon lesz a gyereked, a feleséged, a családod, te meg az edzőtáborban leszel majd Bakuba, vagy bárhol a világ végén. Ez így van, de viszont ők maximálisan mellettem vannak, és azt gondolom majd, hogy ha esetleg összejön az olimpiai érem, akkor majd a fiam is azt mondja, hogy büszkén mondja, hogy ugyanígy nem ez voltam, még... de azért igen. Meg volt az oka. És akkor így még belefér akkor, hogy... Én azt gondolom, hogy apa, most még mennyi nyugodtan. Most még amúgy se sok mindent fog fel ebből, úgyhogy... Megváltozott az életed egyébként? Hát mindenképp, persze. Minden napjaim is teljesen megváltoztak. Hát ez az edzőtáborban ez egy picit másabb volt, mert ugye ott ugye teljesen el voltunk zárva, de hát ott is ugye minden nap ott voltak a gondolatomban, úgyhogy azért az is mondhatom, hogy elég jelentősen megváltozott. Akkor most nagyon nem is tudtak elmenni kedveseddel, ugye külföldre pihenni, lazítani, ugye a gyerek miatt, gondolom. Tehát most ugye itthon fogod tölteni a szabadságot. Vagy igen. Tévedek? Hát először is szeretnék szabadságot. Most egy kicsit tényleg így le vagyok terhelve. Én bízom benne, hogy a jövőben azért el fogunk jutni, nyilván itt valahol itthon fogunk elmenni, valahol pihenni. Hát szeretném most már minél előbb ez eljönne, mert megmondom, hogy tényleg most ez hosszú volt és fárasztó volt azért ez az év. Egy hónap? Hát én annak is örülnék, hogyha mondjuk 3 napra valahol el tudnánk menni, hogy mennyi lesz a pihenő, nem tudom. Ugye kezdőnek a csapatbajnoki fordulók, nyilván az is fontos. Külföldön? Külföldön, illetve a hazai bajnokság is kezdődik, úgyhogy hát ezt is össze kell majd hangolni. Külföldi klubnál nem vagy most ott, csapatnál? De ott vagyok. Ugyan... Hétvégén már megyek birkozni, úgyhogy... Más kezdén, mert őket már nem érdekli, hogy neked van családod, nincs családod, hogy pihentél, mit pihentél, ki mennyit. Ugye szerződés van. Menni kell. Így van. De természetesen örömmel megyek, de hát igen, talán egy kicsit most azt mondom, hogy korai, de hát a munka az munka. Ugye? Milyen csapatba birkózol most? Melyik csapatnál? Egy Mönbris Königshofen az a neve. Egyébként egy bajnok esélyes csapat. Első osztály? Első osztály, igen. 80 kiló? Nem, ott nincs 80 kiló, ott 86 kilóval birkózom, tehát ott a súlya nincsen probléma. Akkor nem kell semmivel se törődnöd? Ott nem, ott csak birkóznom kell. De gondolom hozod a meccseket. Általában tavalyi szezonban azt hiszem egy vesztett mérkőzésem volt. Most egy világbajnok lettél, többet kapsz majd? Nem tudom. Erről nem esett szó. Uh-huh. De hát más, nőtt a értéked. Én bízom benne, hogy igen. De hát ez majd a jövő zenéje már. Hát már csak azért is, mert ugye amit lehet, azt most tudod igazából a profitot kiszedni ebből hát az igen, amelyre. Igen, most kell. Igyekszem most kihasználni a lehetőségeket, hát vannak. Vannak, de nyilván ennek a kiaknázása azért elég fárasztó. Szóval akkor most hétvégén mész versenyre. Utána is mész, milyen sűrű kell menni? Ezt nem tudom, ez majd nyilván attól függ, hogy mikor hívnak. Lesz olyan hétvégé, hogy a Módos Petinek például most lesz az esküvője, ahol ott leszek is. Ott is egy kicsit tudok pihenni, meg kikapcsolódni, és végre most már egy kicsit úgy talán ünnepelni is, mert hogy eddig nem nagyon volt rá időm. Nem ünnepelted meg az aranyérmet? Hát nagy ünnepség nem volt. Nem is olyan terveztem egyébként. Mi volt? Hazamentél? Család? Oké. És akkor? Igen, és nem mentem, intéztem a dolgomat, ami az elmúlt hetekben elmaradt. Úgyhogy mondom, ez tényleg ez a hét, ez most nem a pihenésről szól, meg nem az ünneplésről.
ügyintézésnél segít? Hogy aranyérme? Mert azért hál' Istennek azért most a médiumok odafigyelnek rá. Igen, hát most nincs egyébként olyan ügyem, ami is szükség lenne erre, de hát nem tudom, majd a később évben bízom benne, hogy talán kapok majd egy soron kívüli számot, és akkor mindenhol erőlek. Nem kell olyan sokat, több órát eltöltened egy-egy helyen. Hát igen. Van olyan dolog, amit most szabadság alatt mindenképpen ki szeretnél próbálni, vagy el szeretnél menni, vagy valamit olyan dolgot szeretnéd csinálni, amire már régóta vágytál, és akkor most... Nem, vagy, tehát vagy semmilyen extrém sportot nem szeretnék kipróbálni, tehát ezek nincsenek a tervben, nem, egyszerűen horgászni szeretnék eljutni. Az idén már nagy nehezen egyszer eljutottam két év után, most már itt több emberre is beszéltem, hogy valahol összehozzuk és megszervezzük, hogy csapatosan elmegyünk horgászni. De nem birkózókkal? De. Birkózókkal? Persze, hát ők mindenkit szeret horgászni, úgyhogy... Azt tudom, de épp a Ruhás Gyuri mondta, hogy ő is megy horgászni, de nem birkózókkal. Hát, eleget vannak együtt, azt mondja, edzőtáborok során. Ez így most van, egy kicsit most más impulzusra vágyik. Igen, de azért ebből is látszódik, hogy ezért tényleg egy jó társaság vagyunk, és ugye a szabadidőnket is sokszor együtt töltjük. Nyilván lesz olyan is, vagy szeretnék olyat is, hogy majd amikor egyedül, vagy nem tudom, itt a családba kiülünk, és akkor egy kicsit ott pecázgatok, de van terve egy ilyen nagy közös horgászat is. Na tessék. Párod is egyébként szeret horgászni, vagy ő nem, ő csak megy veled és kül a tópartjára, és akkor ott el van egy kicsit. Nem, hát ő abszolút nem szeret, de jön vele. Nincs más választása. Ebbe is mellettem van. Mindenben melletted van. Így van. Az jó. Szép év volt akkor ez a 2014. Én azt gondolom, hogy ennél szebbet nem is kívánhatnék. Hát én bízom benne, hogy most már nem jön sem olyan, hogy ez beárnyékolhatná. Hát igen, volt olyan. Ugye? Most már ugye a budapesti világbajnokság, akkor most már múlt teljesen, ugye? Ugye azon nem indulhattál, tehát most igen. Már azt... Tehát ugye ott adódott egy olyan lehetőség, hogy kipróbálhattam magam, mint szakkommentátor. Így utólag azt mondom, hogy legalább ezen a téren is kipróbálhattam magam. Nyilván mondjuk, ha egy hazai közönség előtt sikerült volna egy világbajnoki címet ünnepelni, azért az semmivel se lehetett volna összehasonlítani, de máson meg nem adatott volna meg ez a lehetőség. És hogyha befejezted a birkózást, mész a tévébe dolgozni? Nincs ilyen tervem. Nincs? Nincs. Inkább más irányba indulnék. Ez nem az én világom azért. Nem? Nem, jó volt kipróbálni, de nem hiszem. Bár soha nem mondtam, hogy soha úgy, hogy... Egyébként már tervezed a riói utáni életedet? Igyekszem persze előre gondolkozni. Nagyon sok minden van a tervbe, aztán majd meglátjuk, hogy mi az, ami megvalósul ebből. Akkor ez még titok egyelőre, hiszen még semmi sem. Nem titok, hanem mivel még nem tudok biztosan, nem akarok semmit elkiabálni, dolgozom azon, hogy tényleg ne az legyen, hogy amikor abba hagyom a birkozást, akkor ott állok és széttett karokkal válok, hogy most mi legyen. Igyekszem azért tényleg előre gondolkozni egy kicsit most már. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a meghívást. Pihenjél akkor egy kicsit. Már ha tudsz, mert ugye hát akinek menni kell Bundesligába is birkózni. Hát, ez ezzel jár sajnos. Igen. Ez a nagyság átka, hogy szokták mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. További sportosat.